A hosszú élményekkel teli nyári szünet után a diákok egy része kissé módosan várta a szeptemberi iskolakezdést, azonban annak nagyon örültek, hogy ismét találkozhattak rég nem látott osztálytársaikkal. Augusztus 31-én, amikor Pécsi Hunyadi János általános iskolában is tanítóra gyülekeztek a gyerekek, szüleik és tanárok egyaránt. A rendezvény a himnusz eléneklésével vette kezdetét. Most a harmadik osztályos tanulók köszöntik az új tanévet. Molnos Lajos, becsengetés. Ezer színű kedves nyár, elszáll tarka lepke. Csitri-csivi fecskék sem ülnek az ereszre. Hosszú nagy vakáció, már csak emlék, álom. Szép volt, jó volt, s hogy eltelt, kicsit még sajnálom. De szólít az iskola, spadok, térkép, tábla. Ha tehetnék, futnának elénk az utcára. Mint egy nyüzsgő hangyaboly, olyan lett az osztály. S csupa kérdésekből állunk. Hát te hol nyaraltál? Tenger, tábor, fenyvesek. Emlékek cikáznak, egy-egy fényes darabja az elsuhant nyárnak. Nézzük egymást kacagva. Pityu, hogy megnőttél? Kati, Palkó, te talán kávéban fürödtél? Szép volt a vakáció, mint egy színes álom, de hogy eltelt, oly nagyon most már nem is bánom. Máté, Mónika, Ildikó, iskolakezdés. Elmúlt hát, elmúlt az az oly hosszú nyár. Az iskolakezdés, mint egy foghúzás. Bánkódás tört rád, hisz nincs henyélés, sírsz utána akár egy szelet kenyérért. Tovasszál a késő estig szóló fentlét, csak a tudat él, holnap koránkelés. A csutába kívánod azt a sok tanulást, nincs többé strand, s napon barnulás. Kedveskéim, vár az a jó öreg suli ott, lépjetek be, s igen szépen tanuljatok. Drága nebulók, ne féljetek, s lógjatok, az iskola tanárok értetek adatot. Bíbert Mária tanítóra, hírlata a tévé, bemondta a rádió, hogy immár a véget ér a boldog vakáció. Útra kelnek a gólyák, elpülnek a fecskék, csak a diák maradik megtanulni a sok leckét. Megharcolni vitéző számtalan számháborút, és nem rémlünk vissza, hogy a titkot rejt az út. Bejárni a csúf, csavar, szavak labirintusát. Országvilág, látja majd, mit tud ez az ifjúság. Én például azt tudom, hogy a hulló falevél zörgős, tarka szőnyegét hóval lepi be a tél.
S jön a szeles december, fogva szoktató faggyal, de jön a Mikulács is, és nyomában az angyal. Azt is tudom továbbá, hogy nincs okunk panaszra, hiszen vidám nyár köszönt a virágdús tavaszra. Lesz még játék, vigalom, tréfa és zenebona, hiszen nem tart örökké semmiféle iskola. Nosza, lépjünk be azért most ezen a küszöbön, hogy kiléphessünk rajta, ha a víg nyár beköszön. Suhanics Albert, tanévnyitó. Bár hosszú a vakáció, elfogy számos napja. Új évet kezd a nebulók apraja és nagyja. Az iskola kezdés napja eljött, bárki tudja. Vakációnk a végét járja, az utolsót rúgja. Szép volt, jó volt a szünidő, kedves a sok emlék. Tanulással telnek ismét, majd a hosszú esték. Tanévnyitó, boldog zsivaj, de jó megint együtt. Megosztjuk az élményeink, az évet így kezdjük. Már hiányzott a tanterem, s a jó tanárok. Örülök, hogy szeptember van, s iskolába járok. Érdekes a sok új tankönyv, jó forgatni, nézni. Ugye marad osztályfőnök, kedves tanárnéni. Egy osztállyal feljebb léptem, büszkén járok abba, ma boldogan ülök ismét az iskolapadba. Köszönöm szépen Veszeloszki Lili, Seprényi Lajos, Juhász Konrád 3. A osztályos, Kelemen Zsófia és Veselényi István 3. B osztályos tanulók versmondását és felkészítő tanáraik Gulyás Erzsébet és Nagy Lajosné munkáját. Felkérném Tímár Zoltán polgármester urat, hossza meg velünk tanévnyitó gondolatait. Vége van a nyárnak, hűvösszelek járnak. Nagy bánata van a kisdiáknak. Bocsássanak meg, hogy Móra Ferenc gondolatait, szép szavait átköltöttem a végére, hiszen a cinege madár az, aki elszomorodik a nyár végén, de bizony én a saját gyermekemben is látom, sőt, némelyik pedagógus arcán is, hogy eltelt a nyár, és íme újfent beköszöntötte az ősz, eljön szeptember 1-e, el kell kezdeni az új tanévet, a 16-17-es tanévet. Hát szeretettel köszöntöm újfent a kicsi elsősöket, akik először lépnek be az általános iskola falai közé, az ő pedagógusaikat, akik köszöntik őket, nem sokára közelebbről is meg lehet majd ismerkedni. Szeretettel köszöntöm az 5. osztályosokat, akik beléptek a felsőbe, és kisdiákból immár nagydiákká lettek, és szeretettel köszöntöm a búcsúzókat, a 8. osztályosokat, akik nem sokára el fogják hagyni, hiszen nagyon hamar elrepül, sajnos mi felnőttek, ezt tudjuk, ez az esztendő is, és búcsút vesznek Mikepécs általános iskolájától, megvárnak a Hunyadis névtől. Amiért szót kértem, az egy fontos gondolat és fontos momentum Mikepécs önkormányzat és a mikepécsi emberek között. Elindítunk egy olyan programot a 2016-17-es esztendőben, amelynek a névadóit itt köszönhetjük a pedagógusok közül. Több a programelemhez ők adták a nevet. Ennek a programnak az lesz a neve, vagy már az a neve, hogy Nyilas Misi Tehetséggondozó Program. Ennek keretében nem sokára mindenki a postaládájába fog kapni egy megkeresést, hogy lehet hozzánk pályázni minden általános iskolai tanuló után 5000 forintért, középiskolai tanulók után 7000 forintért, főiskolára vagy egyetemre járó tanulók esetében pedig 9000 forintért. Tavaly is sok százan vették ezt igénybe, sok millió forintot fizettünk ki a Mikepécs önkormányzat kasszájából, de úgy hiszem, hogy ennek a tehetséggondozó programnak keretén belül az én hitvallásom az, hogy nem teszek különbséget kisdiák vagy nagydiák között semmilyen szempontból, sem vallási felekezeti, vagy anyagi, társadalmi osztályba betöltött szerepe között. Nincsen különbség, számomra minden gyerek egyformán fontos, ezért ezt a lehetőséget mindenkinek szeretnénk adni, nem csak
ahogy tavaly, hanem az idén is. Tehát a Nyilas Misi Tehetséggondozó Program egyik eleme a szeptemberben be fog kopogtatni önökhöz, és mindenkinek, aki Mike Pécsi diák, természetesen nem kell iskolalátogatást hozni, hiszen arról tudunk, mindenki másnak, középiskolásoknak, felsőiskolásoknak viszont kell majd. Van egy másik eleme, és itt kifejezetten a szülőkhöz, természetesen a pedagógusokhoz is szólok, ez pedig a Szakács Andor díj. Iskolánkban dolgozó pedagógusról, igazgatóról van szó. A múlt ködébe vész már az ő emléke, de egy olyan emberről, egy olyan Mike Pécsi emberről szerettük volna elnevezni ezt a díjat, aki különösen fontosnak tartotta a tehetséges gyerekeknek a gondozását. Így módon a Szakács Andor díjjal azokat az alsóban és felsőben kiválasztott gyerekeket szeretnénk év végén jutalmazni, tehát a 2016-17-es esztendő végén az évzárón, akik magukhoz képest ebben az esztendőben a legtöbbet fejlődtek. Lehet kitűzni a célokat pedagógusoknak, szülőknek és természetesen nektek, gyerekek. Természetesen a tehetséggondozó program keretén belül nem feledkezünk meg azokról sem, akik mindehhez hozzájárulnak. Ahogy említettem, szeptemberben a diákoknak adunk támogatást, természetesen a szülőkön keresztül, de szeretnénk támogatni, jutalmazni és megköszönni azoknak a pedagógusoknak a munkáját, akik hozzájárulnak ahhoz, hogy a tehetségek megfelelő módon tudjanak kibontakozni. Így módon a Promagister díjat alapítjuk a Nyilas Misi Tehetséggondozó Program keretén belül, és annak az alsóba, felsőbe tanító pedagógusnak fogjuk átadni, amelyet erre érdemesnek tart majd ez a közösség. Tehát a 16-17-es esztendő végén két általunk alapított új díj lesz pedagógusoknak, akik oktatják, nevelik gyerekeinket, és azoknak a gyerekeknek, akik magukhoz képest egy komoly fejlődésen mentek keresztül. Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmét. Én ebben az esztendőben tényleg őszintén mondom, egy boldog és egészségben eltöltött új esztendőt kívánok, és sok-sok örömmel teli órát a sok-sok munkás óra mellé. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm polgármester úr beszédét, és mint ahogy ő is említette, igazgató asszony, kötelező megjelenésem van. Így én szeretném bemutatni a régi új tantestületünket. Tantestületünkből 5 kolléga távozott. A távozók helyett új kollégákat szerződtettünk. Tilicki Katalin a Hajdúszoboszlói Városi TV vezetőjeként fog dolgozni. Kovács Norbert gyógypedagógus a Bárci Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Intézményben. Marinó Sándor a Sirius középiskola igazgató helyettese lett, így sajnos már nincs tovább ideje ránk, így óraadóként sem tudjuk őt foglalkoztatni. Bacskóné Nagy Gabriella a Medgyessy Ferenc Gimnáziumban egy festészetosztály pedagógusaként teljesíti ki művészi tevékenységét. Nekik új munkahelyükhöz nagyon sok sikert kívánunk. Gálni Almási Beáta a kisbabát vár, aki hamarosan megszületik, így rám esett igazgató asszony választása, így én látom el az igazgató helyettesi teendőket ebben a tanévben. A következőkben bemutatom iskolánk nevelőtestületét. Megkérem a kedves kollégákat, hogyha hallják a nevüket, akkor álljanak fel. Az első A osztály osztályfőnöke Ivánka Tóth Éva tanárnő. Az egyes számú napközis csoport vezetője Somogyi Tiborné. Az első B osztály osztályfőnöke Pál Fiudik. A kettes számú napközis csoportvezetője Takásné Zilai Vanda, új pedagógus. A második A osztály vezetője Sápi Ildikó. A harmadik számú napközis csoportvezetője Kimás Istvánné. A harmadik A osztály osztályfőnöke Ujás Erzsébet. A ő párja a negyedik számú napközis csoportban Benéni Kis Andrea. A harmadik B osztály osztályfőnöke Nagy Lajosné, a főpárja Sima Gáborné, a negyedik A osztály osztályfőnöke Almásiné Szent Jóbi Ildikó, a negyedik B osztályi Fekete Zsuzsa, és
ketten fogják felváltva a 6-os számú napközis csoportot vezetni. Az 5. A-osztály osztályfőnöke Kelemenné Hortobágyi Ilona. Az 5. B-osztályi Kajatinné Csikai Krisztina. A 6. A-osztály osztályfőnöke Kovács Juli. A 7. A-osztály osztályfőnöke Kovácsné Bíró Anna Mária. A 7. B-osztály osztályfőnöke Rozsondai Tibor. A 8. A-osztály osztályfőnöke Szil András. A következő pedagógusok tanítanak mi iskolánkban. Dévényi Mihályné magyar nyelvet és irodalmat tanít. Pálinkás Antalné matematikát és fizikát. Szabó Julianna, új kolléganőnk, éneket, történelmet, és ő lesz a tanulószobának a vezetője. Szilágyiné Virág Emília gyógypedagógus, ő most nincs jelen, ő lesz a esseni tanulóknak a vezetője. Kovács Szilvia Brigitta, ugyancsak új kolléganő, ő rajzolt, földrajzolt, valamint ő a grafika tanszaknak a vezetője. Török Gergely pedig a néptánc tanszak vezetője. Szeretném még bemutatni Nagy Ildikó Gabriellát, pedagógiai asszisztensünket, Karászné Vég Adrient és Tengyelné Gábor Violát, iskolai titkárainkat. Ők nagyban segítik munkánkat. Az egyházi alkalmazásban állnak Solti Attila, katolikus hitoktató, Pesti Anita, református hitoktató. A szülőknek egész évre vonatkozóan összeállítottunk egy kisokost, melynek segítségével előre fogják tudni tervezni a tanévet. A szülői értekezleten kérjük majd, hogy adják meg e-mail címüket, hogy el tudjuk ezt küldeni. Az alsó tagozatosok szüleit szeptember 6-án, a felsősöket szülőket pedig szeptember 8-án várjuk szülőértekezlettel. Bízunk benne, hogy megtisztelnek jelenlétükkel. Az iskola polgárrá avatás következik. Iskolánkban több éve hagyomány, hogy augusztus utolsó hetének egyik napján az első és 5. osztályos tanulók gólya délelőtt keretében egy játékos úgynevezett hunyadi próbán vesznek részt. Így volt ez most is. Mivel ott mindenki teljesítette a feladatokat, így estüt tehet. Ami által az első osztályosok hivatalosan is a Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola alsó tagozatos diákjai lesznek, az 5. osztályosok pedig a felső tagozatosok csapatát erősítik. Felkérem Lovász Nóra, 4. A-osztályos tanulót, az első osztályosok eskütétel szövegének elmondására. Első osztályosok, álljatok fel! Emeljétek fel a jobb kezeteket, és tegyétek a szívetekre, jobb szívre, és a bal kezeteket egy picit emeljétek föl. Nagyon nem kell. Tanítónéneket megkérem, segítsenek. És hangosan szépen ismételjétek majd Nóra után az eskütétel szövegét. Arra figyeljetek, hogy a saját neveteket mondjátok majd az én után. Én Lovász Nóra. Én Lovász Gyermek. Saját neveteket. Fogadom. Hogy hű, és jó tanulója leszek, és jó tanulója leszek az iskolának, tanítóim, és szüleim szavát megfogadom, sokat eszem, és edzek, hogy egyedül is elbírjam a táskám. Bátorságot gyűjtök,
hogy ne féljek a kutyáktól, hogy ne féljek a kutyáktól, és eltaláljak magam is az iskolába. És eltaláljak magam is az iskolába. Ígérem, ígérem, büszke lesz még rám, büszke lesz még rám, az egész alsó tagozat. Az egész alsó tagozat. Mostantól hivatalosan is a Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola elsős diákjai vagytok. Felkérném Újhely Imre, 8. A osztályos tanulót, az 5. osztályosok eskütétel szövegének az elmondására. 5-eseket megkérném, hogy álljanak fel. Neki gondolom nem kell mondani, hogy az én után a saját nevüket, jó? Én Újhely Imre fogadom, hogy hű, és rendes tanulója leszek, és rendes tanulója leszek a felső tagozatnak. Tisztelem a tőlem nagyobbakat, ha ők is Tisztelnek engem. Ígérem. Soha nem kezdek. Veszekedést a nyolcadikosokkal. A kritikát jól tűröm. Nem sértődök meg. Ha letök magoznak. Az alsó tagozatban hagytam. Eszemet köszörülöm. Izmomat fejlesztem. Hogy sok dicsőséget szerezzek. Ennek az iskolának. Gratulálok nektek is, mostantól hivatalosan is felsősök lettetek. Az eskütételt igazoló emléklapot és ajándékot a tanévnyitó ünnepség után az osztályfőnököktől fogjátok átvenni. Most pedig kérem, hallgassák meg az első osztályosaink versmondását. A szereplő gyerekek Grecskó Tímea, Tóth Gergő, Tószegi Nóra első A, Jenei Zsófia, Vas Réka, Kálmán Dalma, első B osztályos tanulók, felkészítő pedagógusaik Ivánka Tóth Éva és Pálfi Judit. Köszönetet mondunk a szülőknek is a segítségért. Kovács Barbara, borzalmas dolog lehet az iskola. Be kell majd ülni egy kényelmetlen padba, egész nap ülni kell, csömbben figyelni. Nem tudom, hogy fogom én ezt kibírni? Jutka azt mondta, ott nem szabad beszélni, csak akkor, ha kérdez a tanítónéni. Akkor viszont fel kell állni a táblához kimenni, de minek? Tudok én ülve is beszélni. Úgy hallottam, Dani mondta, én ezt nem láttam. 100 könyvet kell vinnem az iskolatáskámban, meg még füzetet is, legalább 20-at. Az egész táskát inkább vinné el a 20-at. Szomszéd Laci ijeszgetett, majd fekete pontot kapsz. Na és majd rajzolok belőle bogarat. A fekete pont lesz a bogárnak a hasa, 6 kis vonal a lába, és büszkén viszem haza. Néha azt gondolom, hogy az iskolában talán lesz valami jó is, mondjuk néha napján. Például az, hogy tanulunk betűket, és majd én olvasom a kedvenc
meséimet, de egy jót az iskoláról már most is lehet tudni. Soha többé nem kell majd délután aludni. És igaz, hogy nagyon jó volt az óvoda, emiatt mégiscsak jobb lesz az iskola. Szabó Ildikó, elsős leszek. Tavaly lettem 6 éves, ez a 7. iskolás leszek, mire ez is letelik. Mit fogok ott csinálni? Előre tudom, aranyos kis mackómat táskámba dugom. Hogyha anyu hiányzik, megsimogatom, gombszemével eltűnik minden bánatom. És ha ott van, el nem hagy a jó szerencsém, megsugja, ha nem tudnám néha a leckém. Az iskolát kijárja, velem majd ő is, remélem emlékszik rám a felnőtt is. Pataki Edit, iskolába menni jó. Halihó, halihó, iskolába menni jó. Táskámba már mindenben, összes könyvem, füzetem. Korong, gyurma, hurka, pálca, színes radír, toll, ceruza. Kréta, ecset, vonalzó, sok kincsem van, csuda jó. Tavasszal az óvodába, daduskámtól elbúcsúztam, de hogy váltam szeptemberre, mégis eljön ma reggelre. Szívesebben labdáznék, még bújócskáznék, kirándulnék. Tegnap még a játszótéren szaladgáltam, nevetgéltem, ma meg megyek iskolába, rajtam van a hátitáska. Betűk, számok gazdagsága, engem csábít hurításra. Most itt bátran bemegyek, rám vár ez a sok gyerek. Hamarosan játszótársak leszünk, aztán meg barátok, tanítom rám mosolyog, én már iskolás vagyok. Köszönjük, nagyon-nagyon ügyesek voltak az első osztályosaink. Következik a 3. A és B osztályosok közös táncprodukciója. Fontos információk következnek.
Első tanítási nap 2016. szeptember 1-én csütörtökön lesz, tehát holnap. Ügyeletet már 7 órától tudunk biztosítani, egészen 17 óráig. Amennyiben az ügyeletre igényt tartanak a szülők, azt kérjük, hogy írásban külön jelezzék, és adják oda az osztályfőnököknek. Mint mondtam, a szülő értekezletek az alsó tagozatosoknak szeptember 6-án, kedden, felső tagozatosoknak pedig szeptember 8-án csütörtökön lesz 17 órától. Itt az egész tanévre szóló részletes ismertetőre kerül sor, így minden szülő megjelenésére feltétlenül számítunk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és az induló tanévhez nagyon sok sikert kívánunk. Minden osztály az osztályfőnökével vonuljon a tanterembe.